A közösségépítés és az önfeled szórakozás jegyében szervezték meg az idei évben a Vakbottyán Gimnázium gólyatáborát. A leendő elsősöket két napon keresztül várták a Cseresznyéskert erdei iskolába. Délelőtt az ismerkedéssel telt, ilyen csoportépítő játékok voltak, megismertük egymást, illetve ugye a gyerekeknek, a leendő diákoknak elmondtuk a gimnáziummal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A szervezők a programokat úgy állították össze, hogy a diákok bepillantást nyerjenek a gimnáziumi életbe. Természetesen mindez játékos formában. Puskás Zsolt, a 9. B-osztály főnöke a tábor előnyeiről beszélt. Mindenképpen megnyugtatja őket, tehát már az iskola előtt találkoznak a leendő osztályfőnökkel, egy-két tanárral, felsősökkel, ez magabiztosabbá teheti őket, meg tehát nem csak a szórakozásról szól ez, hanem magáról az iskoláról is beszélünk, a házi rendről, meg egyáltalán az iskolai életről, és sokkal tájékozottabbak lesznek. A gyermekek közül sokan már nagyon várták a tábort, hogy végre megismerhessék az új osztálytársaikat. Jerkó Krisztián ott jártunkkor lelkesen mesélt a még rájuk váró feladatokról. Holnap zászlót csinálunk, gólyazászlót, most lesznek ilyen sportvetélkedők. Jövő hét hétfőn 51 9-es diák kezdi el a tanulmányait a Paksi gimnáziumban, míg az A-osztályos tanulók a reáltantárgyakra, addig a B-osztályosok a humántantárgyakra fognak specializálódni.